A műsorszám támogatója a Lángosház. A Tasta Vino. Sok szeretettel köszöntöm a Sterc nézőit, 5. adásunkat látják. Állandó segítőm István, Hegedűs István, mesterszakácsot. Sok szeretettel köszöntöm. Szia András, üdvözlöm a nézőket. Kedves nézőink, jó hírrel kezdhetünk. Ez a jó hír pedig nem más, mint hogy a Sterc ezentúl nem havonta, hanem 2 hetente jelentkezik. És ez azt is jelenti, hogy természetesen többet fogunk főzőcskézni, és egy picit kérjük majd az önök segítségét is, legalábbis abban, hogy küldjenek recepteket nekünk a Sopron TV 9400 Sopron Liszt Ferenc utca 1-es címre, vagy pedig e-mailben a szerkesztőség kukac soprontv.hu címre, hiszen hogyha olyan receptet kapunk, akkor egyrészt a recept küldőjét lehet, hogy be is hívjuk, és akkor ő vele főzünk, vagy hogyha nem akar jelen lenni ezen a főzőcskén, akkor pedig Istvánnal mi elkészítjük majd ezt az ételt. De most egy közös erővel kidolgozott mai receptcsort fogunk elkészíteni, igen. Igaz István? Igen, készítünk egy zöld fűszeres zapkását kakukkfüves gombával. Hát ez lesz az, ami a kímélő étel. Ráadásul úgy készítjük, hogy kókuszsírral, én vegán zöldséglevet hoztam hozzá, tehát bárki megelhet, aki bármilyen diétát végez. A másik, vagy éppensége vegetáriánus. Így van. A másik nyilván egy húsos étel, mert nem szeretnénk az, hogy itt mindig csak erről legyen szó. Ez egy hús golyó nyársak lesznek, amihez készítünk egy almás lila káposztát és rozmaringos burgonyát. Tehát ez már egy ilyen férfiasabb étel lesz, és jön ugye most már jó idő, lehet egy kis tippet talán tudunk adni a grillezésekhez. Helyes, tehát az helyes. Egyik oldaláról, tehát legalábbis a nyársak oldaláról. És a köret viszont, én azért gondoltam az almás lila káposztát, hogy ecet nélkül, cukor nélkül fogjuk elkészíteni. Itt megint egy kicsit én próbálok azoknak, akik nem ehetnek cukrot, és nagyon-nagyon finom lesz a savankás almától, tehát majd itt a stáb megkóstolja. Helyes, meg fogjuk kóstolni, de ehhez el kell készítenünk. Igen. Szerintem neki is állhatunk. Igen. Én ezt följebb kapcsolom akkor, és önts be a levet ide, a zöldséglét. Na most ez majd, ez ki van mérve, majd a recept a monitoron látható lesz, és ha úgy látjuk, hogy egy kicsit kevés a leves, akkor később még lehet hozzá majd önteni. Tehát a levesbe jön, ebbe a 2 deci levesbe jön majd bele ez a zapkása. Igen, az a amely már 7 deka. Készítve. Igen, ezt érdemes lesz szitálni, ugye? Igen. Hogy az igen, apró részek tehát nem ebből nem, a, nem az apró törmelékest kell venni, hanem ami egészben van. Ugye nagyon sokan csak édes módon ismerik, hogy leforrázzák, és akkor gyümölcsel, vagy tejjel forrázzák le. Hát ez egy sós változat lesz, én szerintem nagyon finom. És én elkezdem addig a gombát összevágni? Gombát, igen. Jó, mert ezzel te haladsz végül, és ebbe beletehetjük már most is nyugodtan a kókusz zsírt. Ha jól látom, ez 250 gram. Igen. Mennyit teszünk ebből bele? Egy kicsit segíts. Hát 3 dekát. 3 dekát. Mondjuk az egy ilyen csík. Egy ilyen csík. Igen, mert már forr is. Igen. És akkor ez megy bele. Igen, és akkor én még azzal segítek, mert a gomba az nagyon hamar meg lesz, hogy a zöldfűszereket összeaprítom. Kell bele petrezselyem és új rozmaring. A rozmaring az majd a burgonyához lesz. Egyelőre levágok belőle, és megmosom. Majd. Egyszer. Meg a snidlingből is vágunk. Hát most már napokon be lehet tenni a sóskából az udvaron, úgyhogy akármilyen hűvös idő van is itt per pillanat. A felvételünk idején. Akkor még jó idő lehet pár nap múlva. Titkot nem árulunk el, március 16-án van szó, amikor ugye Bremberg bányára 15 cm-nyi hó hullott le a
este folyamán. Igen, ebből én is érzékeltem egy kicsit bánfalván reggel, úgyhogy ilyen nagy, olyan nagy nem volt, de azért viszonylag. Szerintem mehet bele a, mehet is a, az a pehely, és akkor én ezt meg, megpróbálom egy mixerrel összeaprítani. Nagyon jó illata van, azért ilyenkor már vágyunk az ilyen fűszernövényekre. Ezt hozzáteszük, András. Így. Ez megy is bele, jó. Meddig kell főzni? Hát hamarosan kidagad. Összességet, igen. Mert hogy... Tehát igazából kásának kell lennie, nem, ne álljon meg, ne legyen egy tömény valami. Tehát én azt gondolom, hogy csöpp leves még lehet, hogy teszünk rá majd. De azt hiszem, hogy nem probléma, megkóstoljuk a milyen állapotban az ab. Kicsit lejjebb. Mindjárt jó lesz. Veszem. Nagyon finom. Az aprehely nagyon sokszor visszaköszön például a muffinok esetében, főleg amit igen. Almával vagy egyébettel készítenek. Sót, ugye ez a leves nem annyira sós. És én ott megmondom őszintén, hogy picit idegenkedtem tőle, mert amikor ráharapott, akkor nem mindig hát volt az kuba. Szerintem megdagad, mert én reggelinte azt szoktam enni, és egy kicsit, ha mondjuk az ember elmegy a fürdőbe és előtte elkészíti a joghurtba vagy kefirbe, akkor mire kijövök, addig viszont egy betonnál áll össze, tehát megdagad. Ezt szerintem le is kapcsolatra, az jó lesz. Jó, akkor ez félre. Na most az apelynek azért óriás. Adom akkor ezt, jó? És akkor jó, szépen... Jó, cseréljünk, így van. Ebből pedig nyomhatod. Jön bele majd az olívaolaj és a gomba, ugye? Fölvágom a gombát? Vághatod ketten is. Te is vágod, meg én is, jó? Jól van. Ide teszem. Na most itt még egy kicsit ez működik. A lényeg, ugye az apájának nagyon jó élettani hatása van. Egy az, hogy a rostanyagok miatt az emésztés nagyon segíti. És tele van olyan nyomelemekkel, ami... Apróra vágjam a gombát, vagy végül szeretek? Jó, azt szerintem teljesen rendben van. Jó, és akkor egy másik késsel is segítek neked, jó? Köszönöm. Nagyon szép, friss a gomba. Na most ennél az a lényeg, hogy nincs pirított hagyma alátéve, hanem a kakuk fűtől fog kapni majd egy nagyon finom ízt. Szerintem a olaj már jó is. Mehet is bele? Igen. Gombát mindig magas hőfokon kell, de magas a víztartalma, és hogyha lassan pirítgatjuk, akkor rengeteg vizet ereszt, és nem megpirul, hanem megfő. És ha magas hőfokon készítjük, akkor viszont szép piros lesz. Így is fog nyilván vizet ereszni, és ezért a sót is csak a végén tesszük rá. Gyere, adok még, mert... Ó, köszönöm. Úgy. Éppen dicsértem a gombát, hogy nagyon szép. Friss, ezt ugye onnan lehet látni, hogy ez a belső spóratartó lemez rózsaszín, és nem egy nagyon barna, sötétbarna, már ilyen csokoládé barna színű megoldás, bár hozzáteszem, hogy akkor sincs semmi problémája. Igen, és újabban a gombát nem szoktuk meghámni, nagyon alaposan meg kell mosni, és teljesen rendben van a héja is. Így van, abban van a vitamin, ahogy igen, szokták mondani. Igen, és a tönköt is nagyon. Szeretem. A tönköt én kiveszem, és akkor egy leves, húslevesbe hát szoktam beletenni. Hát ha valaki mondjuk egy gombafejet használ fel, akkor nyilván, hogy a tönköt a levesbe teszi, vagy egy krémleves készít belőle. Látod, hogy milyen szépen pirult, tehát nem azt látjuk, hogy fő az egész, hanem... Fonnyad össze. Hanem fonnyad össze, igen, viszont erre most borsot tehetsz. Az ott egy dolgozik? Ez dolgozik, az igen, hogy ilyen kásaszerű legyen. Különben egy ízorgia. Itt tegyek rá, bocsánatra szépen. Egy kis borsot. És a sót majd a végén. Jó. Na most én azt gondolom, hogy ez azért a végén nagyon jól fog kinézni, ha még pirított gombával megszóljuk. Hát szerettem volna venni abból is ilyen szép frisset, mint ami itt van, de hát ma nem kaptam. És a kertben meg a tavalyi az tönkre ment. Azért ezzel óvatosan kell bánni, mert nagyon erős, intenzív. Igen, a kakukkfű egy nagyon erős, intenzív igen. fűszer, hogyha az embernek sikerül egy picit többet tenni az ételben, mint amennyire szükség lenne, hát akkor elviszi az ízét, és akkor már nem kicsit jó. Kicsit rázogassuk, és akkor gyorsan párolok.
nem tudom, hogy a nézők ettől a gőztől mit látnak. Hát, igazából csak az, hogy hókusz-mókusz, és mindjárt kész az étel. Én ki is tálalnám a kását, jó? Erre a szép tányérra, mert azon fog jól mutatni. Én azt gondolom, hogy a Szabi barátunk a másik ételhez fog majd bort ajánlani. Én is kíváncsi leszek rá, de vélhetőleg a húshoz működik ez a dolog. Nagyon szép ez a zöld szín. Igazi tavaszi egyveleg. Kicsit itt tegyünk rá, hogy... És akkor ide egy kicsit. És akkor te meg szépen azt még ott megdekorálod. Jó, félreteszem és kész van. Tehát ez gyors, ez itt igazából ennyi idő. Ugye, ez kb. 10 perc alatt elkészítettük. Igen, és egy ilyen... laktatótápláló. Elkészültünk az első ételünkkel, most viszont következik a másik, amiben már hús is található, nem vegetáriánus ételről van szó. Fele marha, fele sertés. A darálásnál úgy kértem, és úgy is adták. Úgyhogy abból készítünk egy nagyon jó ízesített húsgombócot, amit rád bízok. Én vágok hozzá a hagymát, jó? Jó. Mi az, amit beleteszünk egyébként? Nem kell megpirítani a hagymát, hanem nagyon finomra meg kell vágni. Nyers hagymával dolgozunk. És jön bele fokhagyma, amit összezúzunk, és egy kis köménnyel összezúzunk még, és összevágjuk. Ugye régen a köményt nem lehetett őrölve kapni, hanem mindig úgy volt, hogy a fokhagymával kellett összezúzni, és akkor nem pattogott el, hanem úgy tudtuk Igen. vágni. Na most én visszatértem erre, mert én marhára szeretem mostanában a köményt, és rájöttem, hogy az az őrölt köménynek fele olyan jó íze nincs, mint amikor ezt a rendes egész köményt És ez használjuk. Bármilyen fűszerre mondhatjuk, hogy a frissen őrölt vagy vágott hát, annál finomabb párja nincs. Így van. A múlt adásban tanultam tőled valamit, hogy amikor már kezd csírázni a fokhagyma, ki kell venni, érdemes igen. ezt a zöld részét kivenni. Igen. Nem is túl finom. Én ezt valamelyik tévéadásban láttam, franciák főztek, és ott felhívta a figyelmet arra, hogy mindig ki kell szedni, mert ugye az köszön vissza, ha valakinek a gyomra nem bírja a fokhagymát. És akkor én meg közben... A káposztát el is kezdheted, ugye? Igen, azt akarom elkezdeni. Ugyanúgy készül, mint az átlag hagyományos lila káposzta dinsztelve. Egy kis zsíradékot teszek föl, jelen esetben olajat. Ha valaki esetleg nagyon kímélően akarja, akkor olívaolaj vagy egy kis kókuszsírral, és akkor hagymát vágok rá fél karikára, nem kell nagyon finomra, mint a káposztát. Lehet káposzta gyalúval le lehet együtt gyalulni. Még egy kis kagymát teszek, és a végén, amikor ízesítjük, hogy általában ecetet szoktak beletenni, meg kis cukrot, akkor azt most teljesen pótolja egy ilyen savankás édes alma, és ugyanilyen szép rózsaszín lesz tőle. A fokhagymához mennyi? Hát szerintem az úgy elég, András. És akkor most mehet a... Úgy ízlés szerint, ha valaki nagyon szereti jó csípősen, tehet bele csípős paprikát, vagy csilit, tehát ez mindenkinek az egyéni ízlésére van bízva. Ebben nincs zsemje, ebben nem lesz tojás, itt épp pontosan azt tartja össze. Itt elhangzott az előbb, hogy olyan lesz, mint egy burger, tehát azért egy kicsit az más, mert azt mégsem fűszerezik így, de az állaga hasonló. A lila káposztát már megvágtuk, és majd hozzáteszem a hagymához. Itt mennyire kell megpiríteni a hagymát? Hát ebben az esetben én együtt szoktam feltenni, és megsózom, és ha kérhetlek, majd a köményt még nekem. Természetesen közelebb adom. Köszi. És hát ebből tehetünk meg ilyen két csipettel, és hogyha van egy három darab szegfűszeg is, nagyon jó ízt ad neki. De és most akkor... nekünk itt nincs kéznél. Nincs kéznél, de annélkül is nagyon finom lesz. Na most ezt lefedem, és ezzel más
dolgunk nincs, mint néha belekavarni. Egy kis vizet nem kíván a dolog? Amikor látom, hogy elfőtte a levét, mert most levetel ezt a sótól, akkor majd teszünk be egy nagyon kevés vizet, és akkor közben én... Ez akkor már mehet is, ugye? Ennél finomra mehet, vágyom? Igen, nagyon szépen megvágtad. Felkészítem a burgonyát. Ezt a burgonyát így most, ahogy van, csak megvágom ilyen fél cikkekre, és olívaolajon szépen meg fogjuk lassan sütni, és a legvégén jön rá a rozvaring. Tehát nagyon finom, friss íze lesz, tehát nem főtt, nem egy fedő alatt párolódott, hanem olyan nagyon finom íze lesz ennek a burgonyának. Hát majd... És nem is egy olajban. Hát egy nagyon kevés, olajban nem egy nagyon kevés olívaolajat teszek alá. Érdemes az olívaolajat használni. A salátákra mindenképpen fontos ugye az extra szűzet, mert az tele van omega-3 zsírsavval, ami nagyon jó, ugye ez a szervezetünknek szüksége van rá, jó a szív- és érrendszeri betegségek ellen. Hú, az nagyon jó néz ki, András, ez a piros sót paprika. Sót nem tettem még rá. Mert piros paprika nem is. Tettem még rá. Mi az, amit még nem tettünk rá? Én azt gondolom... A többi az talán minden van, ugye? Minden van. Egy kanalat innen kívánjászom. És akkor... Még egy darabot teszek. Mennyi idő alatt sül meg a burgonya egyébként, hogyha ilyen kevés olajban hát van? Hát az idő kell hozzá. Idő kell hozzá, úgyhogy most hát elő is igazából majdnem, hogy ezzel érdemes, ugye? Igen. A legkorábban kezdeni, igen. Aztán a káposzta és a hús a legvégén igen. Marad. Ez most addig itt, amíg a háromig elkészülnek, addig összeérnek az ízek, meg majd kóstoljuk, hogy... Így van. Ami egyébként a hús egy kicsit hasonlít a csabai kolbász alapjához. Hát akkor teljesen rendben van. Akkor teljesen rendben van. Most ilyenkor, mikor látom, hogy a káposzta ott már nincs lé, akkor egy csöpp vizet teszek rá. És akkor megpucolom az almát, és majd még megmutatjuk, hogy amikor beereszeljük, hogy milyen szépen rózsaszín lesz tőle a káposzta. Megpárolódott a káposzta, és elkészült a burgonya, amihez még hiányzik a rozmarin. Igen, én addig beereszem ebbe a almát. Ugye szép méretes késsel megoldván, hogy az ujjamat ne kiszúrtam az almának a közepét. Megkámoztam és most beereszem, de az is lehet, hogy ebben az egy alma elég lesz bőven. Lehúzzuk ezt a finom... Imádom az illatát nagyon egyébként. Nagyon jó. És ugye már emlegettük, hogy húsvét és bárány, birka, egyebek, a rozmarin kitűnő fűszere ezeknek a húsoknak. Igen, most itt mutatom a kamerába, hogy milyen szépen világosodik ki a káposzta az almában lévő savaktól. Aha. Tehát nem kell bele ecet, nem kell bele külön cukor, hamarosan majd nem lesz ilyen vegyes színű, mert átveszi az alma a színét, és azt szerintem ide félrehúzzuk, András. Jó. Úgy, és félre. Lefedem ezzel annak. Azt meghagyom ezt a kicsit, pont jó? Pont annyi kell, csak hogy egy kicsit a gőzében díszítésnek átjárja, és akkor sütjük a nyársakat, jó? Láttam egyszer a televízióban a rozmarinnak a szárára, ami olyan volt, arra volt ráhúzva. De fásszáru kellene, igen, ez igen. Talán eléggé fás itt. Kicsit ide lehúzom. Hát húzzuk arra, akkor körülbelül ilyen... A többit, csak egyet bemutatom jelleggel. Minden golyótól át kell dolgozni, jó? Aha. Erre még egyet, tehát külön még úgyis okay. Nyomkod össze, mert kicsit nagyobb legyen mindez. Uh-huh. De jó, szuper. Így. És akkor... Igen, ez kifejezetten jó egyébként, amikor grillen készül, plusz még a pörzsanyag, ami igen, kijön, igen, az illóolaj. Igen, a kis nyársalát. Így van. Azért picikét megvizezem a kezem. Hozok egy kis edényt, mert azt hoztál, hogy is jó. Igen. És felteszelni meg a serpenyőt. Oké. Okay. És akkor mehetnek a gombóckák. Egy gombóc. Amúgy különböző ízesítéseket lehetne bele körülni
aztán... Hogyne? Lehet csípősre, aki szereti egy kis csilivel például nagyon. Van, tehát különböző ízesítéseket lehet, látod, az már olyan jó kis, finom lesz ez. Aztán lehet hozzá dressingeket, nagyon finom önteteket, ilyen ketchup alapult, vagy fokhagymás, tejfölös alapult. Vagy éppen egy jó valamilyen zöldfűszeres, olívaolajos, joghurtos, mentás például. Tehát esetben ugye itt lesz hozzá a káposzta. Beteszem akkor ezt a rozmarinosat. Okay. Prímás ül. Itt erre az ülésre is teszünk, jó? Jó. Én is formálok akkor. De azért jó, mert egy baráti társaság összejön, és mondjuk ezt, mert kiülünk a teraszra, akkor ott együtt lehet ezeket készíteni, gyurkálni. Mindenki elkészíti. Hát nem beszél még, hogy a gyerekek hogy élveznék. Így van. Már szerintem meg is lehet fordítani. Nagyon szép. Az se baj, hogyha esetleg a belső jó szaptos. Igen, rózsaszín marad, mert attól ne szárítsuk ki, az fontos. Nem szabad kiszárítani, az nagyon fontos, hogy ne szárítsuk. Elkészült a húsgolyó nyárson, elkészült a burgonya, amelyet rozmaringgal fűszereztünk, és elkészült a káposzta, amelyet mi már egyébként ki is tálaltunk, már csak azért is, mert érkezik Lukács Szabolcs, és ajánlunk ehhez az ételhez valami finom bort. A mai ételhez sem maradhat el a borajánló, már csak azért is, mert amikor ilyen finomságokat eszünk, akkor jól esik a szervezetnek, hogyha mindezt természetesen a felnőttekre gondolva egy kis borral öblítjük le. Vendégünk, mint mindig, Lukács Szabolcs szomelié, akit sok szeretettel köszöntök. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, illetve téged is, András. Mit lehet ajánlani ehhez a finom kis húsgolyóhoz, ami a nyáron készült el? Igen, ez a húsgolyóhoz egyébként egy Schiller bort hoztam. Ugye már nem első alkalommal hozok Schillert, talán ez egy kicsit meglepő lehet a kedves nézők számára, hogy miért pont Schillert ajánlok megint. De ugye egy olyan ételről van szó, ami azért nem túl zsíros, fűszeres, ugyanakkor a káposzta miatt ugye egy kicsit ilyen édes és gyümölcsös ízek is vannak benne, tehát mindenképpen egy olyan bort kellett választani, ami piros szőlőből vagy vörös szőlőből készül. Benne vannak a vörösboros jegyek, egy nagyon minimális tannin, de abszolút nem szárító, mellette egy kicsit gyümölcsös és egy kicsit fűszeres. Ezért esett a választás egy 2014-es Schiller borra, méghozzá egy olyan borvidékről, amiről elsősorban fehér borok jutnak az eszünkbe, illetve kimondottan egy fehér fajta. Kíváncsivá tettél. Ez pedig az Ezerjó, és hogyha Ezerjó, akkor egyértelműen ugye Mór. És hát a móri borvidékről ugye kékfrankos vagy kékfrankos Schillert nem nagyon szoktunk egyébként fogyasztani. Miklós Csabinak egyébként egyetlen egy sor kékfrankosa van, amiből gyakorlatilag ők vörösbort nem nagyon tudnak magas minőségben készíteni, ezért minden évben, hogyha úgy hozza az évjárat, akkor egy nagyon kellemes, nagyon szép Schiller bort készít, ami egyébként ezt a zakós frankos nevet kapta. Jól látom, hogy bárányfejek vannak? Igen. Hát ugye azt tudni kell, hogy Magyarország egyik legnevesebb tervezője, címke tervezője, ugye Ipacs Géza tervezte a Miklós Csabi címkéket is, és hogy a Csabi mondta, hogy gyakorlatilag nem szokott vitatkozni Gézával. Hogyha ő gondolja, hogy ez megfelelő, ez a címke, ez a borhoz, akkor ő ezt jóvá szokta hagyni. Ha megnézzük ezt a Schiller bort, akkor lehet látni a színén is, hogy egy ilyen nagyon szép rubin piros színe van, egy pici ilyen narancsos téglás reflexel, mert hozzáteszem, hogy ezt mindig ugye befolyásolják a környezeti tényezők is, tehát ugye, hogy milyen világítás van, milyen háttér, de abszolút egy nagyon-nagyon szép, korrekt Schiller szín. Hogyha beleszagulunk, akkor egy nagyon szép ilyen érett szőlős gyümölcsösség jön elsősorban. Egy kicsit talán ilyen, ami egyébként majd az ízére is jellemző lesz, egy ilyen kicsit ilyen túlérett teperre hajazó illatvilág van. Némi ilyen zöld fűszeres háttérrel. De hogyha megkóstoljuk, akkor egyébként nagyon szép lendületes savai van ennek a bornak. Hiszen ugye
magára, ugye a móri termőterületre, illetve a fajtára is jellemzők azért inkább savak, tehát azért tényleg itt elég határozott szép savak vannak, és az íze, mikor megforgatjuk a szánkban, akkor is abszolút ez a gyümölcsös vonal, majd az utóízben, tényleg amikor így szépen kezdődik a bornak a lecsengése, tehát ami jön vissza a garatból, ott jönnek ezek az öltfűszeres, borsos jegyek, ami miatt egyébként szerintem abszolút jó választás az ilyen típusú ételekhez, tehát nem feltétlenül kell mindig fehéret vagy vöröset választani az adott ételhez, hanem nyugodtan, bátran nyúljunk a Schillerborok irányába is, úgyhogy fogyasszák egészséggel. Nyári időző volt nekem, megmondom őszintén, ez a Schiller bor. Köszönöm szépen, Szabolcs, a segítséget, és várunk a következő műsorban is. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Sterc. Remélem, hogy ízlik majd önöknek is, ha elkészítik ezeket a finom étkeket. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsorszám támogatója a Lángosház, a Testa Vino.